Zsárko Rádovicset, az óbecseiek nagy részt a helyi kickbox klub elnökeként és edzőjeként, valamint a Vajdasági Boxoló Szövetség elnökeként ismerik. Azonban amikor éppen nincs edzésen vagy meccseken, akkor Zsáré a saját örömére vonós hangszeren játszik. Montenegróban nőtt fel, ahol ez a hagyományos szerb hangszer a legjobban megmaradt, és itt tanult meg játszani rajta. Én ez a népi hangszer mellett nőttem fel, hallgatva a történeteket és az epikus költészetet azoktól az emberektől, akik ezen a hangszeren játszottak, és ezt nagyon jól csinálták. Már kiskoromban nagyon megszerettem. Nálunk különben az a hagyomány, hogy amikor ezen a vonós hangszeren játszanak, akkor a házban csendnek kell lenni, hogy hallani lehessen a hangszert és a dalokat. Az előadás mindig megérintő. Természetesen hősi dalok ezek. A régmúlt időkből egészen a mai napig megénekelték a hőseinket. Ez a vonós hangszer azon hangszerek sorozatába tartozik, amelynek használatát nagyon nehéz elsajátítani, főként ha össze kell hangolni az éneklést a vonós hangszer hangjával. Annak, akinek ezt a két összetevőt sikerül összehangolnia és megtanulnia, az már mesternek nevezheti magát, mondja a beszélgető társunk. Az alapokat 4 hónap intenzív gyakorlással lehet megtanulni. Ebben a legfontosabb a kitartás. A vonós hangszernek ez a hangdoboza, amely állatbőrrel van bevonva, leginkább gidabőrrel. Ez a rész elválasztja a húrokat a hangdoboztól. A húrok lószőrből készültek. 30 befont húr van magán a hangszeren és a vonón is. Ez a hangszer általában juharból készül. Ennek a fának szimbolikus jellege van a szerb keresztény vallásban, és ősi kultuszt jelképez. Annak érdekében, hogy megmentse ezt az ősi hangszert a feledéstől, kevesebb mint 1 évvel ezelőtt beszélgető társunk megalapította ennek a vonós hangszernek a hagyományőrző egyesületét, melynek feladata, hogy a gyülekezésen és barátkozáson keresztül megőrizze és ápolja ennek a hangszernek a hagyományát. Valamikor régen azt mesélték, hogy nem tudni, hogy ez a hangszer pontosan mikor is keletkezett, de gyorsan hozzáteszik azt is, hogy jobb így, hogy nem tudni, mikor keletkezett, és még mindig él, minthogy tudjuk, hogy mikor keletkezett, de már feledésbe merült. Pontosan azért, hogy ne merüljön feledésbe, itt vagyunk mi. Őrizzük, és nemzedékről nemzedékre visszük tovább. A kickbox miatt gyakran időhiányban szenved, beismeri, nem mindig tud kellő időt szentelni a kedvenc hangszerére, de elmondása szerint a szívében mindig jelen van. A hangszer szeretetét átadja a fiatal kickboxolóknak is, akiket szintén megérint az, hogy edzőjük mennyire lelkes és mennyire vonzódik a népi hangszerhez. El kell mondanom, hogy néhány fiatal embert megfertőztem ezzel a vonós hangszerrel, és most ők talán jobban is szeretik, mint én. Például a meccsek előtt én készítem fel a meccsre a boxolómat, adom rá a boxert, ő pedig bekapcsolja a vonós hangszer zenéjét, és azt mondja, hogy ez fogja őt motiválni. Úgyhogy mi bárhol voltunk, Franciaországban, Olaszországban vagy Svájcban, bekapcsoltuk ezt a zenét, és ez volt, és ez is marad a motivációnk a meccsek előtt. És ez tényleg így van, ugyanis a katonák is ennek a dallamára indultak a harcba, mert ez erőt adott nekik. És talán ezért van az én boxolóimra is jó hatással, mert növeli a harci szellemet. Az az energia, ami az emberből ki kell, hogy jöjjön, kijön a dalon és ezen a hangszeren keresztül. A Pionír és a Mini Kajak Bajnokság 4. egyben utolsó fordulóját az elmúlt hétvégén tartották meg a Tiszán Óbecse mellett, amely 17 klub mintegy 300 versenyzőjét gyűjtötte egybe. Ugyanúgy, mint tavaly is, Óbecse volt egyike annak a 4 városnak, melyekben megtartották a Pionír és Mini Kajak Ligát, és amely a Becsei Kajak Kenu Klub vezetőségi tagjának, Angyelko Miskovicsnak a szavai szerint rendkívül jelentős ennek a sportnak a tömeges sétételére nézve.
Már ez is nagy eredménynek számít, hogy több mint 280 versenyzőnk van jelen a versenyen, itt a Tiszán Óbecsén, amire már rég nem volt példa. Mert ha összehasonlítjuk a tavalyi évvel, jóval megnőtt a gyerekek száma a tavalyihoz képest. Szerbiában összességében 17 klub létezik, amelyik ilyenfajta versenyekkel foglalkozik, és minden klub jelentkezett és képviselteti magát ezen a versenyen. Szerbia minden tájáról érkeztek, a Dunáról, a Tiszáról, a Száváról, pontosabban minden településről, amelyek ezen folyók egyikének a partján vannak. Sabacról, Mitrovicáról, Palánkáról, Zentáról, Magyar Kanizsáról, Török Kanizsáról, Óbecséről természetesen, továbbá Nagybecskerekről, Focsáról. Lehet, hogy kihagytam valakit, elnézést kérek, de a lényeg, hogy minden klub itt van, és a gyerekek versenyeznek. Amikor én a klubba jöttem, mindannyian szépen fogadtak, tárt karokkal, Bátó edző is, és a többiek is. Nagyon örülök annak, hogy részt vettem ezen a mini kajak bajnokságon. Négyesben ötödikek lettünk, egyéniben pedig sajnos felborultam, és ezért nem kaptam érmet. Legközelebb Visnyicsevón lesz verseny, ahol remélem legalább 2 vagy 3 érmet szerzek. A Becsei Kajakkenu Klub nagyon büszke az idősebb csoport minden tagjának az elért eredményére, mert ezek az idők elegendőek az olimpiai remény eléréséhez és megvalósításához. Rumán lesz megszervezve, körülbelül 10 nap múlva a felkészítő. Ezek után pedig abban reménykedem, hogy a mieink eleget tesznek a követelményeknek, és mindannyian olimpiai reménységek lesznek. Ez óriási sikere a klubnak, úgyhogy a 6 idősebb versenyzőnk reményeink szerint biztosan eljutnak majd az olimpiai remény döntőjéig. A Pionír és Mini Kajak bajnokság mellett megtartották a Trofej Becseja elnevezésű regattát is, melyen 11 klub vett részt. Az Óbecsei Potiszje Lovas Klub vasárnap augusztus 4-én lóverseny szervez a radarállomás melletti lóversenypályán. A versenyt a 3. Thunderball keretein belül tartják meg. A megmérettetés keretén belül a közönségnek alkalma lesz megtekinteni 5 ügető és 1 galopp futamot. A versenyben szinte egész Szerbia területéről részt vesznek versenyzők, a legtöbben a Vajdaságból, továbbá Belgrádból, Nizsből. Eddig 50 lovat neveztek be. Ez azt jelenti, hogy ezen a pályán mi 10 lovat engedünk egyszerre egy-egy futam alatt versenyezni, bár a kapacitás 12 lovat is elbír, de hogy elkerüljünk bármiféle incidenst, ezért versenyeztetünk egyszerre 10 lovat, hogy a futam minél érdekesebb, minőségesebb és szebb legyen a közönség számára. A helyi önkormányzatnak köszönhetően, amely segített a szponzorok felkutatásában erre a sportrendezvényre, a lovasport kedvelőit igazi élmény várja vasárnap. Nálunk mindig érdekes és szép verseny folyik. A versenypályát is rendbe tettük, hogy minőséges legyen a verseny. Itt olyan lovak is futnak majd, amelyek külföldön is versenyeztek már, ahol szép pénzt kerestek. A futamok 15 órakor kezdődnek, a belépő pedig, amely mellé komplett program is jár, 150 dinárba kerül. Szúnyogírtási akciót hajtanak végre Óbecse község területén csütörtökön, augusztus 1-én, amennyiben kedvezőek lesznek az időjárási feltételek. A kifejlett egyedek írtását a megfelelő eszközökkel a földről végzik 18 és 22 óra között. A szakszolgálat a permetezésre az Aquaca Otrin 20 EV elnevezésű vegyszert használja. A méhészeknek el kell végezniük a megfelelő óvintézkedéseket a méhek védelmére.